Mindjárt megkérdezem, hogy hány futam lesz most. Oké. Okay. Végére csak oda basztál, hogy csókolt. Mennyi üzemanyag kell? 19-et raktam bele, az biztos elég. A szondot? Hát 06-os 06-os fogyasztással számolva az... Hoppa, leesett a telefonom. Annak elméletileg... Annak elméletileg elégnek kéne lenni. Belerakok 20-at, az úgy már biztos elég. Hogy lehet egy fordított is. Fordított rajtrács az egy kicsit érdekes volna. Hát pont az első 8, akkor 8. Ja, így úgy a legjobb. Ja. Még majdnem, hát az első 8 volt, nem? Pont helyet cserél, mint az 8-dik jön előre. Ja, igen. Ej, boxi, és ebben már a futam. De cheater. A gobasz se sokat ment még R-faktor 2-be. Hát nem. Az neki pont jó egyébként. Jó, mondjuk ezzel tud gyakorolni, azért tegnap jöhetett volna a GT-re. Az a közben jött neki. Valami. Ádám, az Ádám, aki nálunk is. Azaz. Igen. Ő az admin itt. Aha. Értem. Derülnek, mi? Majdnem mindenki tőlünk van. Öt ember. Maradék három volt, és Zsolt ugye az nem, mert ugye nem jött még hozzánk. Úgy hát... Ő is a hoptónál van. Most már így, hogy megvette, ismerkedik ezzel. Hogy már 25 perc sok legyen. Hamar le fog telni. Bár ha mindenki kiesik, akkor sok. Jó. És ez ilyen meghirdetett egyébként? Van oldal is, vagy csak ilyen? Van oldal is. Na, erre iszok egy teát. Az hiányozna még, hogy eleredjen ez a szutyok eső. Hú, de megy ki mindenki. Ünyírok. Nyíró. Csökkent a pályahőmérséklet, és már csak 16 fok van. Látom. Leszakod az ég itt nekünk, azt cseszhetjük. Az hiányozna még. Elég volt a GT-n basszus kulcs. Bathurstban.
nem igaz. Puff. Most elvittem egy táblát. Hát most elvihetett, futamon levitte. Lesz olyan, aki elviszi. Tudom. Ötvenhatos pingem van, és némely emberkének százas. Lehet, hogy a szerver teremben nem olyan jó a... Nekem mennyi vagy? Azt sem tudom, hogy... Temetek 37, én nekem a szerverre való kommunikáció. Nekem mennyinek látjátok, ha megnézitek? Hány téglát tettek ebbe a Clio-ba, basszus kulcs? 3-4 blokk téglát. Nem itt látsz nekem, mennyi a blokkba? Nézném az autódat. 97. Csiha. Milyen magas is. Szerintem itt akkor valami szerver gond lehet. Tudod, így laggolni fogunk amúgy... itt, akkor az érdekes futam lesz. Akkor... Nem sokáig kell menni szerintem. Kilépek inkább. Én is kilépek akkor, hát mindenkinek egy 90-100 körül van. Nagyon magas. Valami nem egészen normális lehet van akkor a szerver. Akkor. Mindenki. 194. Te is boxos. Igen. Aha. Mindenki akkor. Jász boxi, mert Gabesz leviszi a sejket. Gyere meg innen! Nem stabil a kapcsolat. 120, 130, aztán 90. Most lement 70. Boxosé. Gabeszé is. Ja, most mindenkié változott. Rámozta a szívrólamat. Na jó van. Fú, de gyorsan kiraktad magad. Felvezetett. Az nem attól függ. Ja. Felvezető van, mi? Ha. Ugye fogom dobni a rajtnál, hogy csak hívjuk. Hú, értünk hát tényleg. Ez nem lesz jó. Mindenki megy mindenfelé. Farkas is eltűnt előle. Ja, azért mondom. Itt nem a beállítással van gond, hát én azt a beállítást használom, amit net beállítás, mint amit a WCRC-n. Ott jó volt. Nekem is mindig így van, és nekem is minden tökéletes. De azelőtt nem volt rossz. Most itt, itt se. Hú, valaki. Én miért, te mit csináltál betonba? Micsoda? Te. Hát én biztos nem. Belefúrottál volna, mert ha úgy néztél. Folyamatosan csúszkáltak. Lágom, hát itt futam nem lesz. Lehet kikapartott ezt a kocsit. Nem, ki megtorpan. Hey, hey. Ez nem is normálisak. Hogy se lennék.
Jó, ennyit erről a versenyről. Kiesti. Mi a fasz? Hát ez itt nem is lehet menni. Hagyjuk ezt a francba. Hát mit mondtál te? Most már nézd egy saját magad. Kinek a szervere ez? Hát ezt... Hát én nem állítgatok itten mindent össze-vissza. Én is el. Máshol jó volt akkor. Jó. Most meg restartolja bal. Jó, adjuk ezt itten. Semmi értelme. Kinek a ligája egyébként, vagy mi ez? Ez Ádám az egyik admina itt ebbe a ligába, HRF egyértén. Ő nekik van Assetto Corsa szerverük is. Ja, értem. Corsától. Ebből futam nem lesz. Mindenkinek jó. Az enyém most milyen? Azt mondták, szerverlesi lesz. Meg le is léptem. Most megyek akkor vissza. Most lett szerveresi. Megszokott, aha. Rezső! Most van Rezső! Szerver Rezső!
Ó, Istenem. Akkor már megnézem a házi beállításokat. Nekem 128 kilobyte per szekundom van. Nekem meg 256-ra van. De érdekes felhorcsa itt, hogy a WC-t mert nem csinál semmi rosszat. Na ez az. Nem. 256 volt ott is, és... Nekem ott is 128 volt. Meg 130-as ping is volt a WCRC-n egy-két embernek, és nem volt laggolás. 130-as pinggel is jó itt volt. Valami más gubasz van. Ja. Őrszál, került a karburátorba. Igen. És megint újra időmérőt kell menni, vagy mi? Visszaállítják a... Szóval, tehát ebben most már csak egy futam lesz így. Ja. Legyen egy normális. WCRC mindenki Nissan GT-R-re lesz? Hát... Nem tudom, hogy valaki talál a másik autót onnan. Nissanból. Kupa lesz. Tessék? Nissan kupa lesz, pattogós kupa. Aha. Vagy jobb el. Nem annyira pattog, ha... Na van már egy kicsit állít a szerver. Van. Hát hol a Servigno? Itt a Servigno. Lehet menni fel-fel? Lehet. Hát szóval. 50-es pingem van. A szondod. Vagy a szerver nincsen beállítva normálisan. És akkor az eső. 2, 4, 6-an vagyunk fent. Most már hát. 7-en. Megszor szakad az eső. Igen. Úgyhogy kész VSS versenyre. Jó, hát nem foglalkozom. Boxos becsatlakozott. Itt van mindenki. A játékban. Na most megint időmérő, vagy mi lesz? Isten őriz, akkor inkább nem futok, indulok az utolsó helyre. Hát én sem megyek ki, akkor... Szarom. Akkor megyek nem, egy... Mindenki beírja, hogy rakja a végére, azt indulunk, ahogy vagyunk épp. Szerintem el lementette. Vagy nem. Tovább nyomja, úgyhogy valószínűleg lementette. Ez el tudja menteni ezt az állást akkor azt hiszem. Van egy ilyen funkció, hogy el lehet menteni ezt az állást, vagy nem tudom. Hát max így indulunk. Mit számít most? Nekem így is jó. Most teszt futamnak. Teszt. Három államos, hogy teszt kupa vagy mi a franc ez. Itt érdekel, hogy honnan hát, már majdnem a fordított rajtrásba indulunk. Fél fordított. Igen. Mondjuk Imi nem tudom. Ja, hát Iminek persze, hogy jó így, mert a harmadik helyen rajta. Na most rakát egyesével. Az úgy kicsit... Hosszadalmas lesz. Jó, nem vagyunk, hogy 30-an. Az. Akkor be se vállalnál, szerintem akkor rányomnál, hogy hagyd szóljon, az jó van. Nem tudom, hogy hanyadik, vagy hányan. Vagy hányan. Ebbe is van olyan, mint a Batch File, hogy el lehet menteni. Aha, van benne. Én még azzal nem találkoztam. Nem találtam meg, hogy hol van. Forcsa úgy szokta beállítani, vagy nem tudom, hogy ő mindig beállítja, hogy egyszerre küldi be. Mert ugye R-faktorban is van Batch File, és akkor csak be kell tölteni. Jó, ha 8 főnél nem olyan vészes. De mondom, hát igen. 20-30 főnél már kicsit érdekes lenne egyesével. Most így szépen beírkálja. Na és mehetünk is. Bandi. El Bandi. Most azt kell mondani, hogy hát mi meg szeretnénk, ha hátra laktál minket. Jó. Hadd szóljon. Na hozzászoktunk a Go-hoz, mi? Mindenki Go. Minden négyen Go-t nyomtunk el. A WCRC is a Go. Ez most ez van. Jó Istenem. Tettet, töltsetek. Van töltve valami szarság. Legfeljebb kipróbáljuk a tankolást is. Így van.
Hát nem jó. Mi nem jó? Megint nem jó a szerver. Legalábbis 221-es pinget írt nekem. Á, most jó. Nekem 23-akat ír. Nekem most jó. Lozacskóban nézitek ezt. Kimentem külső nézetből, de most már nem menjék ki, mert már kezdünk. Kezdődik az edőmé, felvezetőkör. Pinkin jó, már lement. Akkor most ne állt botokon, mert nekem már rég lement. Na, miért álltok ott egy helyben? Nálam is elment. Na, én nem látok senkit. Hogy itt nem lát senkit? Én mintha egyedül lennék a pár. Én látok mindenkit. Én is látok mindenkit. Csak téged nem. Boxos, akkor na, tesz a Bibi. Boxos, állsz a box utcába. Én kint állok a rajtrácsot. Én nekem azt hisz, hogy itt jössz mögöttem. Hogy ki az, aki mögöttem van. Én vagyok az fekete. Én nem tudom, hogy mi. Kérj, esít. Mondd meg, hogy valami elcsiszedett. Lehet, hogy Resit se tud akkor kérni. De. Most jön a... Ki az a hetes? Kiléptem. Kurva anyja. Gyere vissza gyorsan. Nem tud már visszajönni szerintem. Ja. Fel tudsz jönni, Boxi? Az meg én nem látok senkit. Pedig azt írja, hogy itt vagy. Én a pályán kiléptek a pályáról, senkit nem látok. Hát én nem látok, bazd meg, kilépek, meg újra jövök. Ha most már nem fogsz, lehet, be van ragadva. Most lépjék ki, és gyere vissza. Vanyját, igen. Nem láttam senkit, bazd meg. Kinnáltam a rajtát. Restartra van rakva, úgyhogy. Igen. Na most látsz? Hát a boxba látom a kocsikat, igen. És ha most kérek... Látsz... Látod, hogy kijövök a boxból? Mindőben állt a szerencsétlen. Aha, most jössz kifele. Oké, okay, akkor mehetsz. Nem jó. Én most se látok senkit, bazd meg. De, most jön. Én hátul vagyok. De össze-vissza van írkálva. Ja, tényleg. Érdekes, most egy utolsó elindulok, hogy hányadik rott, teljesen mindegy. Teljesen. Csak egy, teszt, jó futam legyen. Csak egy teszt kupa. Mi nem jó most. Most adtunk egy jó kis lehetőséget, most második helyről kell rajtolni. Amúgy is onnan indultam. Én megyek mögötte, úgyhogy... De én meg hetedik helyről jövök. Tudom, te jöttél volna előle. Aha. Azt mondtam, hogy én hogy kerültem utolsó helyre. Tíz
viszem a felvezető kör, de siet valahova. Imi, szólj már rá! Boxos, nem ennyi már gyorsan. De én csak követem Zsoltit. Nem állítem bandi, mert előttem már izé, rallizik. Drifte? Aha. Hideg gumin. Teszteli a kocsit biztos. Mögöttem lévőnek, ha már nincsen lökhárítője, vagy csak ilyen fekete lökhárítője van. Lehet, hogy olyan fekete. Ja, már látom fekete. Imi, táblát kiüssük. Még ne, a felvezetőn nem szabad, majd az első körbe. Na most ment fel a pingje bandinak. Többiek jó, most ilyen 60-70. Bandinak nagyon rossz. Hát az ilyen... Az nála egyéni hiba. Hadd siessen az eleje. Én már farkas itt van mögöttem, bazd. Te rakkat rajtoltam, mint a ház. Micsoda? Én rajtoltam, bazd, én nem álltam egy helybe. Jaj, de driftel. Ez nagyon hajtja az autót. Nagyon darálja a gumikat. Kapjuk el Gabeszt, Timi. De a többiek hova lettek? Még most nem kell. Többiek nem tudom, hol vannak. Nagyon maradnak lefele. Ádám van mögöttem. Picit még hagyj élvezkedjen. Darálja a gumit, úgyhogy... Közeledünk most már hozzá. Elmelegíti gyorsan a gumikat. Jaj! Mi van? Semmi szűk, ez kicsit széles volt. That was a 1-0-5.65. Hú, a szörnyel felkezdett boxi, nem? Nem. Annyira nem.
Jó, kicsit szűk lett. Nekem is. Jöttél utána, mi? Aha. Na, valaki a boxba van. Barátozunk ittem. The lap was a 105.65. Mi temi érdek erő van ebben a utcákban, az meg. Az. Bazd meg, Gabesz, mit csinálsz? Már el sem tudtam húzogni sem erre, bazd meg. Faszomat csinál, miért zárja be a kaput, mikor mellette voltam? Szerencséd volt, pont visszalöktelek az útra, mi? Ja. Utálom, mikor valaki így csinálja. Nem is százas az autó már. Az enyém se. Tóra elment. Légy. Ez a futam el is ment. Ilyen balfasság véget. Ez nem R-faktor 1. Ránk is jöttek itt rögtön, ne. Nem is kanyarodik ez a dög. Pedig eléggé feltartom. Úgy elrontottam a kanyart. Jövünk fel. Akinek kicsit ellen kell tartani a kormánynak, és egyik irányba nagyon nagyot kell tekerni. Ja, értem. Nagyon lassú már egyébként. Aha, veszem észre, mert azért közeledek rá. That was a 106.84. Igen, az elején ő nagyon elhasznált a gumit. Szerintem. Meg a koccanás neki se tette jót. Az biztos. Ki is vitt az összes táblát? Mind a kettőt? Örülök neki! De mindjárt neked is meg lesz féktávon, boxos. Nagyon látszik rajta, hogy vissza is lassult. Nagyon szitál az autó, az övé. De nem vagy nekem most ez. Az enyém is, mondom, keresztbe tartom a kormányt egy picit, hogy egyenesen menjen. Na, akkor nem úgy alapjáltam. Szóval, hogyha egyszer elkezdek visszavenni a tempóból, akkor utána végig úgy vezetek. És ne döntök újra felvenni a ritmust. Egymás mellett gombat. Ajaj. Román, anyádat is már. Én nem tudom, ezen a kocsin nincs fék, vagy mi az Isten? Nem értem. Egyenlően is folyamatosan szitál az autón, mert nem bírom egyenesbe tartani normálisan.
Egy a streamet, Farkas. Egy, hát. Végig láthatták, hogy milyen szépen tudok menni. Gombját mindig kimegy. Főleg, ha belesatuzik. Ez itt az elején nagyon rossz ez az egyenes rész. Még a kacskaringós részeken valahogy... Vagy ott állandóan kormányozni kell valamire, ott nem annyira érdekes, hogy... Az eleje elment ennek a szarnak. Szívesen, boxos. Köszi. Hát a meccs átom neked. Letereltem. Megbírta előzni? Aha. Letereltem a ívről. Kap ezt. Kicsit lassítok. Hogy? Egyre rosszabb a kormányzás. Nekem is, bazd meg, már úgy kell csavarnom, mint az áll. Remélem, most feltartja a többit, Gabesz. Folyamatosan jár a kezembe a kormány a célegyenesbe, mert... That was a 1-0-5.92. Gabesz, hova lett? Már megelőzték megint. Jó, gyorsan. Szerintem, ha elfogyasztotta vagy megsérült neki is az autója... De... User joined your channel. Beva, Krisz. Hello. Mi folyik? Na, hogy az a... Mit csináltok? Részt veszünk egy önokliókupán. Renault Clio Kupa. Fűnyírókkal vagyunk szó szerint. Köszönöm szépen, Imi visszaadtad nekem az első helyemet, amit eldobtam. Hát igen, te is hibáztál, én is hibáztam. Hogy álltunk? Nem baj, majd utolérlek. Jó, már jönnek is fel a többiek, baszat. Na, már elszorolkozzuk itt az időt azért. Jó, most már. Itt egyszerűen nem akar elfordulni. Annyira tekerni kell ezt a rohadt kormányt, hogy megsérült. Bazd meg. Mit csinálta? Azt, amit én elfékeztem magát. Kimit nem akartam meglökni, azt inkább izé. Most eldobja a harmadik helyét. Nem, még itt vagyok. Csak most harc... harcba keveredtem. WCRC-sek legyünk már első háromba. Basszus. Hó, az meg ez nagyon jön. Hát milyen autóval van ez te? Egyenesben nézd, már ez megy, mint a szél. 193? Bazd meg. A szőlős én nagyon megy az egyenesbe, bazd meg. Krisz, ha akarod, mert van mi streamem. Bár már mindjárt vége egyébként, de teljesen mindegy. Szőlősének nagyon megy az egyenesbe az autóba. Mit írják be? Ó, basszus. Össze-vissza vezetek. Ez nekem csak jó. A nevemet. Kell keresni valahol. De ha csatornában vagy, akkor nincsen gond. Akkor elvileg mutatja.
Ugye a WCLC csatornán is látod. Elmehetelek ott a linket valahol. Öcsém, az egyenes, hogy hogy a getibe megyem, bazdmeg? Tényleg, én vagyok, hogy gyorsabb, mint én vagyok. 195 megy. Nagyon föl vannak fújva a gumiai szerintem. Gyere vissza a harmadik helyre. Baj, ez ilyen elmegy egyenesbe, bazdmeg. Milyen is van egy kis izé, ahogy tök gázos elmegy. Amelyik kerék megsérült nekem, azt eszi is rendesen. Melyiket? Bal első. Azt nekem is eszi. Mennyinél jársz? 73%-os. Nekem 83. Folyamatosan jár az autó, úgyhogy... Öcsém is éjjelfele megy, bazd meg egyenesbe. Mi a gecit, ez nitro tankolt, bazd meg. Ki volt a boxba? Bandi. Köszönj te itt le. Ali szállt Bandi hideg gumival. Itt ebben a kanyarban nem tudom vele tartani a lépést, mert itt nagyon érződik a... Nekem is másodródik. A tőlem meg folyamatosan ellép egyenesbe ez a fiú. A 195-ös tempót megy. Kanyarba kicsit ráesek, utána meg elmegy. Lehet, hogy a sérülés is befolyásol téged is. Sebességre is. Majdnem elvittem itt ezt az egyszer táblát még. Már megtanultam a pályát. Amúgy nem rossz ez a pálya. Az alapból benne van a Zelef 2-ben. Mi ahogy sötétedik a pályában az időben, azt is. Felhősödik néha, az előtt meg világosodott. Az első szektorba bírom tartani a lépést, de utána. Ezek a kanyarok itt nem jönnek jól. Kibaszott egyenes kibaszik velem, pedig égig itt vagyok középső részen rajta, bazd meg. Öcsém is itt meg elmegy, nyilván van, kurva anyád. Bazd meg, szélárnyékba sem megyek annyit, bazd meg. Ránk nem tud közeledni. Ránk nem. Hát nem, mert folyamatosan ellenem véidekezik.
Esik az eső, gyerekek! Hogy a kurva anyja? Nesze neked! Azt a rohadt! Na csak elértük. Ki is kell menni. Minek még? That was a 1-0-7. Kétszer hallok titeket. Egyszer a streamen. Úgy tőle ki kell menni, basszus kucs. Hát most már ki, én be is állítottam már a... Á, de nem tudom beállítani, mert ez közben basszus kucs. Jóhó! Az a elfutottam, melyik kanyar jön. És kivegyünk és elkezd állni az eső, basszus. Azt a rohadt! Nem bírok megállni. Ó, gyerekek. Hova megy? Úristen. Szakad az eső. 80%-os az eső! Azt 85-86. Ó, gyerekek. Aki nem jött most ki, az óráfázott. Nekem most nagyon sok lesz, mert javítják is az autót. 29 a javítás, 21 a... Ah, mi van már? Ne siessetek annyira. Neked is javítják, nem? Nem, nekem nem tudom, mi az enyémet, az eső. Igen. Az enyémet javítják. Enyém nekem, nekem nem állt el az eső. Nekem se. Na, a boxban nem látszik, hogy esne az eső. Engedj már ki! The lap was a 2:18.27. Azt a mocskos. Még a vizes gümös ott a pad ilyen is esőbe. Te már kint vagy? Aha. Még piros zászló, hogy a kurva anyja. Piros zászló. Azt mondom, nem volt benyomva a limiterem, vagy mi a geci volt? A büntetés kaptál csak. Piros zászló. Azt a rohadt, hogy csúszik. Hát nekem ezzel el is ment. Amiért? Hát többiektől még szól szenvednek most. Most enyhül. 65. Nyári egy kis zápor. That was a 1:24.05. Ez vizes gumin se fordult. Ádám. Mi van, végig szenvedik a srácok a slick gumin? Aha. És bejön nekik basszus kúgy. Gabesz 22 másodperc van tőle, már nem tudom behozni.
Á. Hát akkor, ha ez már így be volt tervezve az eső, akkor... lehetett volna fél távnál. Hát igen. Már így semmi esélyed nem volt, ha kimentél esőgömbért. Hát vége is, elmennek annyi is. Tehát az így egy fasság volt. Na, a Gabesz örülhet, hogy... Na, de nekem így se fordul, bazd meg, hát milyen gumi ez te? Még van egy kör. Ha jól, de tudja, beérnek ők már. Nem tudok annyit hozni rajtuk ám. Tudom, hogy hogy tudtak szárazgumin ilyen jól menni izébe, hogy... Ezt nem értem, amikor én a vizessel is csúszkálok. Há, én is. Nem értem, hogy hogy tudnak menni a szárazgumival. Így. Szörnyen, szóval kicsit vicces volt, mindegy. Gabesz kiesett, mi? Ja, nem befutott. Örülhet. Ja. Sehol se lett volna, hogyha... De ezt azért nem értem, hogy slick gumival két kört mentek. Ez azért elég bénám volt megcsinálva így, hogy... Ez valószínűleg tervezett út. Egy 30-as köröket mentek én meg. Hát mondjuk én egy 17-es köröket mentem a végén. Azóta baj, nekem még tankoltak is. Nem volt időm már megjavították, igen. 21 másodperc lett volna, hogyha nem javítják az 46 autót. 46 másodpercet álltam a boxba. Én meg 55-öt. Ha az nincsen, akkor simán meg lett volna. Mert akkor visszajöttem volna simán. De így. 40 másodpercet állni a boxba. Hát akkor az box 5-dik lett még így is. Na. 3-4-5. Lesz-e még fordított rajtrács? 3-4-5, de elég érdekes volt. Hát így igen. Igen, Zsolt is így, ahogy lehet, egy jobb lett volna, ahogy több lett volna. Ez a baj ezekkel a mesterségesekkel. Mesterségesen raknak be egy elsőt. Ja, a tegnapi az jó volt. Hát, az eső menőnek egy kicsikét. Szerintem nekem is elég volt. Annyira nem éveztem azért. Lehetett volna jobb is. Hányan léptek már ki? Már kettő. Akkor már nem érdemes. Túl sokáig.